Sérült érkezik a Bakonykúti Harcki Képző Központ tábori kórházába, akit azonnal ellátnak a szakemberek. A szimuláció szerint a katonahölgy mindkét karján égési sérülést szenvedett, de nem csak őt kell az egészségügyi személyzetnek megmenteni, hiszen szinte percenként érkeznek a mentők és harci járművek sérültekkel. A Vigorous Warrior Clean Care 24 elnevezésű hadgyakorlat kiemelt vendégnapján a NATO és egyben a világ legnagyobb több nemzetiségű katona egészségügyi gyakorlatának bemutatói zajlottak szerdán a Bakonykúti gyakorlótéren. Ready? Nem csak hagyományos fegyverek által okozott sérüléseket imitálnak, hanem vegyvédelmi eseteket is, ezért vegyi mentesítő, biológiai detektáló és elkülönítő egységek is szerepelnek a gyakorlatban. Naponta körülbelül 200 sérültet játszottunk be a rendszerbe, ők végigmennek a teljes ellátási folyamaton, a sérülés helyszínétől kezdve egészségügyi kiürítést hajtunk végre, katonásan kifejezve, tehát elszállítjuk az első ellátóhelyre. Ezt követően tábori kórházak települtek, több mint egy tucat tábori kórház van itt több nemzetből, és ott kerülnek tovább ellátásra, műtétek vagy a szükséges intenzív terápiás ellátást kapják meg. A háború nem csak a pusztításról szól, hanem az életek mentéséről is. Ezt már Varga Tamás honvédelmi miniszter helyettes mondta beszédében, aki kiemelte, közös erővel közös sikereket érhetünk el. Mint elhangzott, az elmúlt hetekben gyakorolt védelmi művelet egészségügyi biztosításának telepítése, működtetése elérte a célját. Több mint 35 ország 1400 fős egészségügyi személyzete részvételével zajlik a gyakorlat. Ennek a gyakorlatnak az a legfontosabb üzenete, hogy ezek a katonák az egészségügyi biztosítás során arra esküdtek fel, hogy életeket mentenek. Sebesülteket gyógyítanak, és életeket mentenek. Ezek a képességek, amit itt látunk, ez a ROL 2 katonai kórház képesség, ez a harctérhez közel alkalmas arra, hogy a sebesült katonák 95%-át vagy többet is megmentsenek. A sérültek hátországba szállítását szintén gyakorolták a résztvevők, lengyel és román repülőkkel németországi és hollandiai egészségügyi intézményekbe szállították a sérült katonákat. A gyakorlat során azt is vizsgálják, hol vannak hiányosságok, hibák a rendszerben.